Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi vár rád július hónapban, és most itt a bika jegyéről van szó. Először is szeretném elmondani azt, hogy mi várható a csillagok állását illetően az indiai asztrológia szerint. Merkur bolygó és Vénusz bolygó július elején a bika jegyében van. Merkur bolygó jelenti a cselekvéseket, előre mennek a dolgok, lesz kommunikáció vagy bizonyos szerződések. Vénusz bolygó az uralkodik a bika jegye felett, tehát nagyon erős Vénusz energia érezhető itt. Ez kihat ránk hölgyekre, de jelenti a párkapcsolatot, a művészeteket is. Mars bolygó az a Kos jegyéből hat, és az a szomszédos jegy, és olyan, mint jó szomszédoknál. Megvan a közelség, a bizalom, kihat a párkapcsolatra, hiszen Vénusz bolygó jelenti a nőies energiát a bika jegyéből, ahol Vénusz bolygó otthon van, és Mars bolygó jelenti a férfias energiát a Kos jegyéből, és itt Mars bolygó szintén otthon van, hiszen uralkodik a Kos jegye felett. A nap az indiai számítás szerint így július elején az ikrek jegyéből hat, utal a havi témára, itt megvan a levegő eleme, a könnyűség, a mozgás, szintén szomszédos jegy, tehát segít a bika jegyében születetteknél. Jupiter bolygó az jelenthet egy bírósági ügyet, vagy egy olyan helyzetet, ami eddig igazságtalannak tűnt, segít a bika jegyének, hiszen a halak jegyéből hat, és a halak jegye a víz eleméhez tartozik, a bika jegye a föld eleméhez tartozik, és a föld eleme és a víz eleme barátságban áll egymással. Szaturnusz bolygó kicsit fékezi az eseményeket, de visszafele halad, visszatér a bak jegyébe, és akkor úgy rendeződnek a dolgok. Július 13-án teli hold van, ami megvilágít valamit. Erre a teli holdra kihat Nunki csillag, ami jelent egy helyet, ami erőt ad számunkra. Július 28-án új hold lesz, és az azt jelenti, hogy húzódjunk vissza, meditáljunk valami felett, itt kapcsolatokról van szó. Július 29-én Jupiter bolygó megáll, és utána visszafele halad, a bírósági dolgokról van szó, vagy egy bizonyos helyzetről, amit te eddig igazságtalannak láttál. Ezen a napon úgy megállnak az események, utána vissza kell tekinteni a múltba, lehet, hogy át kell még vizsgálni valamit. Mielőtt elmondanám azt, hogy mit közölnek a kártyák, felhívnám a figyelmedet arra, hogy egy ilyen havi jóslás megrendelhető nálam, és akkor az személyes, passzol a helyzetedre, a díjam 3500 forint. És most megnézzük általánosságban azt, mit üzennek a kártyák. Itt ez a hegy lehet egy hegyvidék, egy kiruccanás, vagy egy ingatlan vásárlása ebben a környezetben, de ez a hegy szimbolikusan jelenti a problémákat is. Tehát július elején vannak itt még gondok, problémák, valami itt átláthatatlan, erre utal itt ez a felhő. De szerencsére megjelennek itt az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek vannak, azok felfalnak valamit,
és akkor az nincs már ott. Tehát az egerek eltávolítják ezt a hegyet, és a kasza elvágja a felhőt. Miután a felhő eltűnt, itt kisüt a nap. Világosan látsz valamit, vagy lesznek sikerek. Ezért légy magabiztos, vedd kezedbe ezt a kulcsot. Ezt a kulcsot használhatod, hiszen itt le tudsz zárni valamit, vagy kinyitni valamit, egy új ajtót, új lehetőségeket. Ez számodra, ez az új ajtó szerencsét hoz, hiszen itt vannak a csillagok, és az ajtó mellett a virágcsokor. Ez a virágcsokor jelentheti a te szépségedet, nőiességedet, de jelenthet egy kellemes meglepetést is, vagy ami a hivatásodat vagy a munkádat illeti, akkor ez a virágcsokor jelenthet egy kreatív tevékenységet. Itt van nálad az életerő, ami pénzt hoz a házhoz. A virágcsokor és a halak, ami a pénzt jelenti, az utalhat arra is, hogy itt lesz egy nyeremény. Tehát érdemes például lottózni. Amennyiben te egy hölgy vagy, itt vagy látható a képen. Amennyiben egy férfi, akkor itt vagy a képen. A hölgyeknél lehet ez a férfi a lelki társ is. A fölötted lévő kártyák utalnak a gondolatokra. Először megnézzük azt, hogy mi foglalkoztatja a hölgyeket. Itt vannak a gondolatok. A gólyák jelentik a változásokat. A gólyák mellett az utak a döntéseket. Itt van több lehetőség, és fontos döntéseket fogsz hozni. De légy titokzatos, erre utal ez a könyv, és hallgass, ne beszélj arról, hogy melyik irányba tekintesz, milyen döntéseket fogsz hozni. Lehet, hogy valaki kíváncsi a környezetedben, vagy rossz indulatú, ilyen emberek is vannak. Amit ez a könyv még jelenthet, ez a tudás. Mivel ott van mellette a koporsó, ez egy régi tudás. Itt van a bölcsesség, és itt gyógyító erőről van szó, hiszen ez a fa jelenti a gyógyulást, jelenthet egészségügyi témákat is. Itt előtted megjelenik a kutya. Ez jelenthet háziállatot, de jelenti a hűséget, azon kívül a barátságokat is. Itt van egy régi barátság, és ez a barát vagy barátnő visszatér hozzád, hiszen a gyűrű gyakran olyan helyzetekre utal, ami visszatér az életedbe. De hogy viselkedsz a barátnővel szemben, itt a kép azt mutatja, légy kicsit titokzatos, mert lehet, hogy ez a barátság lezárul, elmúlik, hiszen a koporsó le tud zárni bizonyos dolgokat. Most megtekintjük az ő gondolatait. Te megjelensz itt az ő gondolataiban, és ez a gyűrű nem csak azt jelenti, hogy valami vagy valaki visszatér hozzád, hogy megismétlődik valami, hanem lehet egy eljegyzés vagy egy házasság is. De mivel itt fölötte a könyv is ott van, ő még nagyon titokzatos, nem beszél nyíltan a terveiről. Ami őt még foglalkoztat itt, ez a horgony, és az jelenti az ő munkáját, az ő hivatását. Itt mögötte megjelenik ez a kígyó. Ez jelentheti a gyógyító erőt, ugyanúgy, mint a fa. Lehet, hogy ez a hivatása, és orvos például. Amit a kígyó még jelenthet, hogy a mellék utakon szeretne valamit tisztázni a munkahelyén. Ez a kígyó lehet egy nő is, mivel a munka itt megjelenik, például egy kolléganő vagy a főnök nője
de ő hátat fordít ennek a nőnek. Amit ő még gondolatban így foglalkoztat, itt megjelenik a szív, tehát itt szerelemről is szó van, és a szeretet a családban, hiszen a ház az utalhat családi kapcsolatokra is. Vagy tervez veled együtt valamit, hiszen itt a szerelem, és együtt szeretne élni veled, és itt a gyűrű jelentheti a szerződéseket, például ami ezt az ingatlant illeti, vagy lesz itt egy házassági ajánlat. Nála előre mennek az események, ami szerencsét hoz neki, hiszen ebbe az irányba tekint. Itt ez a mozgás lehet sport, vagy autó is. De a hivatalos dolgoknál, vagy egy bírósági ügynél megjelenik a ravasz róka, tehát itt valami nem stimmel. Lehet, hogy ez az ő helyzete. Mégis itt látható a hajó, ami jelenti a reményeket, tehát megvan a remény arra, hogy ezeket a bizonyos hivatalos dolgokat ő rendezze, akkor is, ha hamisság van a háttérben, de itt lesznek beszélgetések, és ez a levél utalhat egy meghívásra, vagy fontos dokumentumokra, szerződésekre, tehát ő tudja ezeket a dolgokat rendezni. Itt ez a kereszt kihat a sors utatokra. Amikor a sors utak kereszteződnek, és a gyermek jelent egy új kezdetet, újdonságokat, vagy kapcsolatot a gyermekekkel. Ez a kereszt jelenti a hitet is, higgy abban, hogy itt a családban megvan a szeretet, a szerelem, ami őt illeti, és javul a helyzet a munkát illetően. Amit ez a kereszt még jelent, hogy eléritek az élet utatokon ezt a kereszteződést, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ebben a helyzetben szintén döntésekről van szó, ugyanúgy, mint itt az utaknál. Ez a hajó jelenthet külföldi kapcsolatokat is, itt hírek külföldről, beszélgetések, ez lehet egy idegen nyelvnek a tanulása is. Ez a két kártya jelenti az időt. A hegy a téli hónapokat, a felhő fél évet, gondolj vissza, mit hogyan éltél át fél évvel ezelőtt. A múltban megjelenik itt ez a korbács, ami fáj. Tehát, ami fél évvel ezelőtt történt, az fáj neked, hiszen valaki megbántott téged. De ez a személy visszatér újra hozzád, rendezni akarja a dolgokat. Itt vannak a beszélgetések, az ártatlanság, egy kellemes meglepetés és a változások, valószínű, szeretne bocsánatot kérni tőled. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, mögötted a virág jelenti az ártatlanságodat, azt is, hogy szeretnéd rendezni a dolgokat magad körül. Benne megbízhatsz, hiszen látható itt a hűség, az is, hogy gondol rád. A halak itt előtted jelentik az anyagiakat, itt a szerencse vagy a nyeremény, ez nagyon erős. Amit a halak még jelentenek, a belső értékek, hogy te értékes vagy számára, tehát légy magabiztos. És a felhő, ami eddig mindig olyan átláthatatlannak tűnt, az elmúlik, hiszen a kasza eltávolítja a felhőt, és akkor itt kisüt a nap. És most megtekintjük az egyes heteket. Első hét július hónapban itt látható. Valami nyomaszt még téged, de szerencsére az egerek eltávolítják a hegyet, kisüt a nap, itt vannak a változások, a szerencse, az élet, utak, a döntések,
itt ez a kép, a csillagkép jelenthet egy spirituális területet. Itt van ez a régi bölcsesség, és a fa jelenti a gyógyító erőt, vagy lehet, hogy ez a hivatásod. Második hét július hónapban itt látható, a kasza elvágja a felhőt, légy magabiztos, itt vannak a lehetőségek, ez a virágcsokor jelenti a te szépségedet, egy kreatív tevékenységet, nyereményeket, itt szerencse lesz, különösen ami az anyagiakat illeti, és megvan nálad ez az élet erő, a bátorság, be tudod bizonyítani magadat, egy régi barátság visszatér, de elgondolkozol azon, hogy megbízhatsz ebben a barátnőben, igen vagy sem. Itt szeretnél vele valamit tisztázni. Harmadik hét július hónapban itt látható. A múltban megbántott téged valaki. Ez igazságtalan, de itt rendeződnek a dolgok, hiszen a gyermek utal az ártatlanságra, vagy egy új kezdetre. Persze lehetnek a gyermekek is, hogy itt voltak nézett eltérések, itt a családban, ami a családi kapcsolatokat illeti, vagy közted és a szülői ház között. Itt is lesznek fontos döntések, ami kihat az érzelmeidre, és megvan újra a szeretet, a kapcsolat, és ez a horgony jelenti azt, hogy megvan a biztonság érzete, ahol le tudtok horgonyozni, de horgony szimbolizálja a munkát, a hivatást is. Itt is lesznek fontos döntések, és itt ez a park jelenti a nyilvánosságot, az elismeréseket. Utolsó hét július hónapban ez a férfi áll a középpontban, itt lesz mozgás, ami szerencsét hoz. A hivatalos dolgokat illetően, vagy egy bírósági ügynél, itt vannak a hamisságok, tehát óvatosnak kell lenni, de megvan a remény arra, hogy itt rendeződjenek a dolgok, fontos beszélgetések, iratok várhatóak. Lehet, hogy úgy mellék utakon, de mégis itt a szerencse, a mozgás. Ez a kígyó jelentheti a gyógyító erőt, lehet, hogy neki ez a hivatása, és az ő gondolataiban megjelensz te, és keresni fogja a kapcsolatot itt veled. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.